Két évvel az első rendezvény után ismét megrendezésre került a Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében a Magyar Labdarúgás Fóruma. A Papp László sportarénában ezúttal is nagyszámú érdeklődő szakember és játékos tette tiszteletét. Simicskó István sportért felelős államtitkár köszöntőjét és Csányi Sándor MLS elnök beszámolóját követően a világhírű játékvezető Pierluigi Collina tartott előadást az öt játékvezetős rendszer tapasztalatairól. A plenáris ülés utolsó részében Lon Lopescu, majd Barry Sloan előadását láthatták az érdeklődők, a román szakember az UEFA szakmai képzési programját, míg az ír edző pedig a játékosok erőnlétének, fizikai felkészítésének eszközeiről beszélt. Természetesen a Ferencváros is képviseltette magát az eseményen. Vukovics László és Deszatnik Péter, korábbi Fradi játékosok most a klub utánpótlásában tevékenykednek, így nagy érdeklődéssel várták a Tamási Zsolt és Szalai László nevében filmjelzett szekcióülést. Ez a fórum ez nem először kerül megrendezésre. Mi a véleménye, mennyire építi a labdarúgás jövőjét? Mivel tehát saját magam nevében is beszélhetek, az utánpótlás képzés nem mindig ezerről a statisztikáról, a rendelkezésre álló lehetőségek pontos ismertetéséről szól. Ott van egy napi munka, most az azt elősegítő vagy azt befolyásoló lépések nyilván itt elhangzanak. De egy megnyugtató és biztonságos érzés azt tudni, hogy ezen is elég nagy számba dolgoznak hozzáértők, és hát a nemzetközi előadóknak az ilyen irányú témái, vagy a témaválasztás, az nagyon-nagyon hasznos és szerencsés dolog. Örülök, hogy itt vagyok. Az utánpótlás alakulásának érdekében tulajdonképpen milyen kérdések kerülnek megvitatásra a mai nap folyamán? Tulajdonképpen a szövetség által irányított utánpótlás programok edzők által, vagy ebbe dolgozók által a jelenlegi helyzetről teszek fel kérdéseket, legalábbis itt a kérdőívekre vonatkozóan. Bent még egyenlőre nem került sor erre, hiszen a külföldi előadók előadása zajlott, és talán egy pici csúszás tapasztalható, de a későbbiekben várható a utánpótlás konkrét elemzése. És milyen változás várható a jövőben az utánpótlást illetően? Ami az anyagi része, az mindenképpen egy előrelépés, hiszen az eddig elhangzott, hogy is mondjam, szakemberek vagy előadástartók is megerősítették az ebbe befolyó pénzeknek tehát a megemelkedését. Most ennek azért az elköltésében nem menjünk bele, hogy ez mennyire lesz jó, illetve az arányok az szerintem majd minden kollégám értékelésébe talán közelíthetne a kisebb, illetve a nagyobb klubok vagy nagyobb utánpótlásbázisok közötti igazságosabb elosztásra vonatkozóan talán lesznek konkrét, hogy is mondjam, tények. Engem egyébként, mint az utánpótlásba dolgozó szakember, és hát egy kiemelt klubnál dolgozó szakember, elsősorban ez is érdekelne. Ugyanakkor kíváncsian várom a közeljövő eseményeit ezzel kapcsolatban. Az akadémiai rendszer hogyan veszi fel a versenyt a nemzetközi viszonylatban? Ennek az eredményessége azért, hogy is mondjam, finoman fogalmazva is nem teljesen egyértelmű. Vannak olyan hatalmak, hát futballhatalomról beszélünk elsősorban, akik ugye mindenféle vonatkozásban előttünk állnak, és az ő példájukat hozták föl. Na most az elhangzott ebbe a cipőbe járóknak a száma azért számomra nem volt túlságosan meggyőző, hogy az akadémiai rendszer alatt pontosan mit értünk. Nyilván vannak lazább felfogásba dolgozó akadémiák, és elsősorban arra gondolok, hogy a játékosok nincsenek, illetve hát az ott foglalkoztatott utánpótláskorú játékosok nincsenek összezárva, hanem talán, ha mondhatom így, akkor ez minden szakember között azért köztudott vagy közismert családoknál, tehát kicsit családiasabb környezetbe helyezik el őket. Most nyilván ez a gazdasági helyzetnek egy elég jelentős függvénye. Mi még ezt talán nem tudjuk sikeresen megvalósítani. Ferencvárosnál, ha mondhatom, hogy így akkor voltak erre vonatkozó tervek, elképzelések, egyenlőre félúton áll a dolog. Akkor ezek szerint vannak előnyei és vannak hátrányai is a képzésnek? Mint minden másnak, igen, vannak különböző előjelű, vagy különböző pólusból nézhető, vagy hogy is mondjam, különböző pólusból nézett, vagy végzett értékelések. Én úgy gondolom, hogy a törekvés az mindenféleképpen nagyon-nagyon dicséretes és pozitív. Elhangzott a korábbi előadások során, hogy nagyon sok
pénz áramlik be most az utánpótlásba. Na most nyilván ennek az eredményes és hát nagyon-nagyon külső szemlélő által is pozitív megítélése, az mint eredményként nagyon fontos. Hát egyre több az olyan hang, aki majd azt mondja, hogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a vége. Egy biztos, hogy az nem a közeljövő, tehát egy 15-20 éves periódusban még a legoptimálisabb szakemberek is számolnak. Általánosságban beszéljünk arról, hogy miről szól ez a mai nap, ez a mai fórum, milyen kérdések merülhetnek fel. Hát, ami engem érdekel most leginkább, az a magyar labdarúgás hogyan lehet jobb, ezen belül pedig az utánpótlás, amint a Nyilasi Tibor és a Szalai László fog előadást tartani. Hát kíváncsian várom. Hogyan alakul a Fradi utánpótlás helyzete? Hát vannak biztató tehetségeink. Én úgy érzem, hogy minden edző ezt szokta mondani, de én most nem csak azért mondom, hogy kikerüljem a választ, de egy 2-3 éven belül lehet szerintem olyan saját nevelési játékos, aki bemutatkozhat a Ferencváros első csapatában. Az akadémiai képzésről általánosságban tudom beszélni? Teljesen nem értek vele egyet, avval, hogy elzárják a gyerekeket fiatal korba a családjukból, kiszakítják őket. Én inkább azt vallom, hogy megfelelő képzéssel, megfelelő utánpótlás politikával meg lehet csinálni akadémiai képzés nélkül azt, hogy a gyerekek kiváló játékosok legyenek. Tehát akkor felmerül a kérdés, hogy vannak hátrányai, illetve előnyei az akadémiai képzésnek. Akkor hallottuk most a hátrányait, mik az előnyei? Hát az előnyei természetesen az, hogy egy osztályba jár az egész csapat, egyszerre tudod őket mozdítani, napi két edzést tudsz tartani, rengeteget vannak együtt, sokkal többet töltenek a pályán. Hát a hátrányait meg előbecseteltem, hogy ugye a családból való kiszakítás fiatal korban nem túl szerencsés.